Üdvözlök mindenki, Csárosi Péter vagyok, a Drog Reporter oldal szerkesztője. Ez itt a Drog Reporter Café, a drogpolitikai online videós beszélgetős műsorunk, amiben ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami hát a politikai szinten legalábbis sajnos túl keveset beszélgetünk, a fővárosi droghelyzetről, fővárosi drogpolitikáról, amihez hát elég sok megoldandó probléma is fűződik. Méghozzá két olyan vendégünk is van ma, akik részt vesznek a fővárosi politika csinálásban, egy olyan érintett kerületben, ami hát kimondottan fontos ebből a szempontból a Józsefvárosban. Üdvözlöm a mai vendégeinket, Pikó Andrást, a Józsefváros független polgármesterét, és Köncöl Dávidot, aki egy józsefvárosi önkormányzati képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük a meghívást! Igen, köszönjük szépen. András, mi már évek óta beszélgettünk végül is józsefvárosi droghelyzetről, akkor még korábban más felállásban, mint a Klub Rádió riportereként kérdeztél engem sokat. Milyen érzés most a mikrofon másik oldalán lenni? Mennyire érzed magad otthon ebben a mostani szerepedben? Hát most már megszoktam, és nyilvánvalóan azért is ültem át a másik oldalra, mert újságíróként az ember nyitott szemmel jár a saját kerületében, a saját szűkebb környezetében is. És például, amiről mi beszéltünk akkor még a Klub Rádióban, megjegyzem, hogy sajnos most már a kollégáim nem sokáig tudnak beszélni, és ez egy nagyon-nagyon rossz fejlemény a magyar demokrácia szempontjából. Szóval, hogy azok polgármesterként látva ugyanúgy problémák, csak sokkal összetettebbek és sokkal nehezebben megoldhatók, mint kívül az utcán. Civilként sokkal könnyebben mond az ember egyértelmű dolgokat, mert olyan értelemben egyértelmű dolgokat, hogy csináljunk jó dolgokat, és oldjuk meg a problémákat, és amikor bekerül ebbe a székbe, akkor bizony sokkal bonyolultabbá válik az egész ügy, de szerencsére olyan jó munkatársaim, kollégáim, társaim vannak ebben a dologban, például a józsefvárosi drogpolitikában, mint a Dávid, úgyhogy nem érzem egyedül magamat. Dávid, te hogyan kerültél bele így a józsefvárosi politikai életbe, és hogy miért érdekel kimondottan ez a drogpolitika, mint téma? Hát én a családom által kerültem a Józsefvároshoz közel igazából. Itt van egy nagyon régóta működő családi cégünk, 82 óta, és kisgyerekkoromban óta rengeteg időt töltök Józsefvárosban, és a szívemhez nőtt. És én 2018-ban csatlakoztam a Momentumhoz év végén, és akkor így elkezdtem dolgozni, és amikor elkezdődtek a készülődések a önkormányzati választásra, akkor megkérdeztek, hogy indulnék-e önkormányzati képviselőnek, és én igent mondtam, mert alapvetően engem a politika nagyon régóta érdekelt, és én úgy is tanultam, meg tanulok is, hogy ezzel szeretném a jövőmet majd tovább vinni. És akkor a kábítószer az pont a tanulmányaim miatt került a képbe. Én szociológiát tanulok a Corvinus Egyetemen, és hát rengeteg olyan kurzust, tanulmányt olvastam, csináltunk is ezzel kapcsolatos dolgokat, ami így nagyon érdekes volt, mind országos szinten, mind nemzetközi szinten, és hát így jobban elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és így alakult ez az egész ki nálam. András, említetted, hogy más azért a politikusiként megvalósítani azokat a terveket, amiket civilként szőtt az ember. Hogyha most nem csak a drogpolitikára kérdezem, de hogyha most el kéne gondolkodnod azon, hogy mennyit sikerült megvalósítanod abból, amit terveztél józsefvárosi polgármesterként eddig, akkor erre mit mondanál? Azt mondanám, hogy azokon a területeken, ahol az anyagi lehetőségek nem annyira meghatározóak, tehát a közpolitikának a politika csinálás része, hogy hogyan csinálódik a politika Józsefvárosban, abban szerintem szépen haladtunk. A mi önkormányzatunknak a mondjuk így a horizontális működési módja az a részvételiség. És ugyan idén nem tudunk részvételi költségvetést alkotni, de jövőre már minden esélyünk meg lesz rá, reményeim szerint talán a pénz is meg lesz hozzá, ugye, ami a legfontosabb. De hogy a technológiát, illetve azt, hogy hogyan csinálnánk, azt kialakítottuk. Sokkal intenzívebb a kapcsolata a józsefvárosi lakosok és az önkormányzat között, és
Ennek az évnek a nagy fejlesztése az egy új ügyfélfogadási rendszer lesz, felállítása lesz. Nagyon sokat foglalkoztunk a helyi nyilvánossággal, és ez egy eléggé rögös út, pláne egy újságíró számára, hogy hogyan tud megteremteni egy olyan újság, egy olyan nyilvánosságot, amely tájékoztat, amely önkormányzati fenntartású ugyan, de független az önkormányzat politikai vezetésétől, lojális, de kritikus. Szóval ezek szép és nagy feladatok, és nagyon sokat alakítottunk olyan szabályozásokon, amelyek könnyebbé teszik a segítséghez, az önkormányzati erőforrásokhoz való hozzáférését a legszegényebb embereknek. Ezekre kifejezetten büszke vagyok, és azt hiszem, hogy azért még a hátralévő 3-3,5 évben lesz módunk arra, hogy kézzelfogható fejlesztéseket is csináljunk, Józsefváros fenntarthatóbb, zöldebb, otthonosabb legyen. Nyáron most egy kicsit, hogyha kienged bennünket a járvány, akkor egy kicsit színesebb, programosabb Józsefváros szeretnénk. De még valamit mondanék, hogy szerintem ami nagyon fontos, és ez talán visszautal a saját témánkra, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor végig kellett gondolnom, hogy tulajdonképpen mikor köteleződtem el drogügyekben. Ugye az én feleségem is újságíró, és ő a Petőfi Rádiónak volt egy Drogéria című műsora, ott újságíró volt, tehát nálunk otthon bejött a téma, az egész drogpolitikai téma. De ami miatt én nagyon fiatal újságíróként involválódtam, az a 90-es évek közepének az első ilyen nagy vitája a kriminalizációról. Én akkor a televízióban dolgoztam, és arra emlékszem, hogy megdöbbentett az erről folyó vitának a nagyon alacsony színvonala, meg az, hogy én akkor már abban a helyzetben voltam, hogy el tudtam képzelni, hogy milyen egy gyerekes apának a helyzete, és engem fölháborított az, hogy az állam olyan ügyekbe akar beavatkozni büntetőjoggal, ahol szerintem a családokat kell helyzetbe hozni, hogy meg tudjanak oldani problémát. És azóta tulajdonképpen ebből az alapállásból közelítek mindig ehhez a témához. És azt azért hoztam ezt ide, mert szerintem a politikusnak arra kell figyelni, hogy ezeket a kezdő impulzusait, meg a kezdő fölháborodásait meg tudja őrizni, hogy mindig ugyanolyan vehemenciával és ugyanolyan elköteleződéssel tudjon foglalkozni a dolgokkal. Ha beszéljük egy picit magáról a droghelyzetről, amit azt látjuk a kutatások alapján, hogy az a nagy ilyen intravénás drogfogyasztói hullám, ami ugye 2010-es évek elején, közepén csúcsosodott, az mintha lecsengett volna, ugyanakkor azért hát távolra sem rózsás a helyzet, és hát a designer drogfogyasztás az a különösen a szegényebb néprétegek körében, az bizony a fővárosban is nagyon jelen van még az utcákon. A ti helyzetetekből, ti hogy hogyan látjátok a droghelyzetet jelenleg a Józsefvárosban? Hát az elmúlt évekhez képest szerintem a tavalyi évben egy kicsit romló tendenciát mutat az egész, de ezt én a járványnak tudom be teljes mértékben. Ahogy telik az idő így a járványban, szerintem mindenki látja azt, és tapasztalja is azt, nem csak Józsefvárosban, hanem Budapest szinten, vagy akár országos szinten, hogy a designer drogok egyre szélesebb körbe jutnak. Ugye ez egy elég összetett dolog szerintem, itt kihatnak a gazdasági dolgok, a frusztráció a bezártságtól, a családon belüli problémák, és ennek a csúcsosodása igazából az embereknek az a reakciója, hogy akkor elkezdik rombolni a szervezetüket, de ezt is nem azért teszik, hogy rombolják, hanem hogy meneküljenek ezekből a rossz helyzetekből. És ez az eszközük arra, hogy a hétköznapi rosszból ki tudjanak szakadni. Ahogy mondtad, a intravénás drog használat az nagyon nagy mértékben csökkent a 10 évvel ezelőtti átlaghoz képest. Ezt mi úgy tudjuk számon tartani és nézni, hogy van egy munkatárs a városüzemeltetési cégnek, aki kifejezetten arra van képezve, hogy
gyűjti, és számon tartja azt, hogy melyik közterületen hány darab tűt talált, és ezeket ő továbbítja is elpusztításra, illetve nekünk számot ad ezekről. És azért látni lehet azt, hogy az elmúlt 5 évben is akár mekkora mértékben csökkentek ezek a számok. Igen, persze ezt tegyük hozzá, ugye mielőtt még ezt félreértelmeznék, hogy nem azért csökkent az intravénás használat, mert bezárták a tűcserét, hanem ez gyakorlatilag egy egész országban jelenlévő trend, tehát nem csak a Józsefvárosról van szó. Az ilyen lakossági fórumokon, lakossággal való találkozásokon mennyire merül fel ez a téma, mennyire panaszkodnak az emberek, és mennyire lehet egyáltalán higgadtan beszélni erről a témáról, András? Nehéz, és ketté kell bontani szerintem a kérdést. Nagyjából a politika ugyanazt lát, ugyanazt kell, hogy lássa, amit a választóink látnak, és ugyanúgy, mint ahogy más hasonlóan forró témánál, például Józsefvárosban a másik ilyen téma a hajléktalanság. Az utcai droghasználat, az utcai hajléktalanság fedél nélküli embereknek a látványa megrázza a lakókat. És mindenki másképp reagál, de nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbben valódi megoldást akarnak. Tehát egyre kevesebb az olyan dühös kiszólás, hogy a polgármester takarítsa el innen ezeket az embereket, hanem segítséget szeretnének. Tehát olyan megoldást, ami túlmegy azon a politika által generált habverésen, ami semmi másról nem szól, csak a szankcionálásról. És az is egy tapasztalatom, hogyha politikusként az ember megtiszteli a választókat azzal, hogy az összetett témákról nem egyszerű bullshiteket nyom, hanem érdemben próbál valamit kezdeni, akkor hasonló érdemi válaszokat vagy kérdéseket kap. Én ezeket a helyzeteket mindig nagyon szeretem, amikor kialakul valami párbeszéd, mert az egész droghelyzetben nekem a nyilván újságíróként erre vagyok érzékeny, a legrosszabb vagy a legkárosabb az, hogy hogyan lehetetlenült el a racionális beszéd ebben a kérdésben, és hogyan írta fölül a politikai manipuláció azt, hogy értelmesen jól tudjunk beszélni. El egyébként a legjobb példa pont a drogprevenciónak az egyik eszköze, az ártalom csökkentésnek az egyik eszköze a tűcsere, amelyet Budapesten most is folytatnak vallási szervezetek vagy egyházi szervezetek, nincsen körülöttük politikai habverés, ugyanakkor meg mindig minden egyes ilyen, amikor ez a kérdés szóba kerül, akkor mindig kapunk azért 2-3 olyan kérdést, ami arról szól, hogy na akkor a PIKÓ visszahozza a tűcsere programot a Józsefvárosba, és természetesen én, mint egy demokratikusan megválasztott polgármester, most nem mondhatok mást, mint hogy nem, mert hogy erre nincsen, mert hogy úgy tűnik, hogy ez a hajó most egyelőre elment, de egészen odáig elmegy, amíg nem tudjuk áttörni az irracionális, ellehetetlenült párbeszédnek, vagy ennek az értelmetlen beszédnek a falát, és nem tudunk leülni még egyszer, és azt mondani, hogy itt a probléma, ezt a problémát nagyon sokféleképpen lehet kezelni, és higgyék el, hogy értelmes végig gondolni mindegyik lehetőséget. Ma Magyarországon szerintem egy ilyen párbeszédre, vagy egy ilyen értelmes beszédre, közbeszédre nincsen lehetőség, vagy én nekem ez a tapasztalatom. De javul a helyzet, mert mondom, amikor fórumokon vagyunk, akkor át lehet fordítani ezt a szituációt arra, hogy magáról a helyzetről, a problémáról beszéljünk. De mondom, vannak tabusított témák, tehát tűcseréről nem lehet beszélni, leginkább rendőrért kiáltanak. Ha ártalomcsökkentésről van szó, akkor az azért mégiscsak arról szól egy idő után, hogy könnyen előkerül az a helyzet, hogy miért kell támogatni a drogosokat, miért nem a rendes embereket, szóval, hogy nehéz kijönni ezekből a körökből.
Ezt a videót egy non-profit szervezet, a Jogriporter Alapítvány készítette, amelyet nem támogat az állam, és politikai ellenszélben kénytelen végezni a tevékenységét. Amennyiben tetszett a műsor, kérünk, támogasd a munkánkat, légy a Drogriporter támogató tagja, és állíts be rendszeres adományt a drogriporter.hu/támogass oldalon. Minden támogatás számít, hogy folytathassuk a munkánkat. Köszönjük! Hogy a Fidesz drogpolitikájáról sok kritikát meg tudnánk itt most fogalmazni. Egy valami biztos, hogy volt egy nagyon markáns elképzelésük, hogy mit akarnak drogpolitikában csináltak, ugye egy ilyen vagy olyan drogstratégiát is üzemeltettek, egy kábítószer, egy egyeztető fórumot. Mi a mostani, József Város mostani vezetésének, van-e valami koncepciója, lesz-e új kerületi drogstratégia, hogy áll a kábítószerügyi egyeztető fórum átalakítása? Az átalakítás alapvetően, hogyha most csak az operatív részt nézzük, szerintem már nagyjából teljesen lezajlott, még van egy-két hiányosabb dolog, mint például a szakmai elnök személye, ebben egy kicsit elmaradásban vagyunk, de például az SMS-t módosítottuk olyan szinten, hogy most már lehet jelentkezni külső szereplőknek is, nem csak meghívásos alapon lehet jelentkezni, vagy nem csak meghívásos alapon kerülhetnek be szervezetek az egyeztető fórumra. Átalakítottuk a finanszírozási formát is olyan módon, hogy átláthatóbbá tettük egy olyan szinten, hogy szeretnénk segítséget nyújtani a működésükben azoknak a szervezeteknek, akik eddig is a kerületben dolgoztak, illetve létrehoztunk egy pályázati alapot, amiből például az idei évre az a terv, hogy a kiemelt csomópontjaink, közlekedési csomópontjaink, mint például Blaha Lujza tér, Korvin tér és ehhez hasonló tereken az utcai segítségnyújtást és az utcai szociális munkára egy pályázatot írjunk ki, hogy ezzel is az alacsony küszöbű megoldásokat referáljuk a kerületben. A szemléletmódban egyértelműen mi nem most, hogyha így mindkét irányból beszéltek, se a pártom, se én személyesen, és azt szeretném, hogy a kerület se az eddigi folyamatokat kövesse. A rendőrséggel ettől függetlenül nagyon jó együttműködés. Most volt is egy eset például, ami kicsit meglepő is volt számomra, hogy azon a területen, Palota negyedben, ami ugye teljesen már a belvároshoz tartozik, teljesen más a lakossága, mint a körúton kívüli résznek, ott is január elején, december végén herbál dílerek elkezdték a környéken szórni a kábítószert. Nagyon tényleg a rendőrségnek a munkája az példaértékű volt. Egy héten belül sikerült elkapni a dílert, és a szerhasználók semmilyen a szerhasználókat semmilyen módon nem zargatták, inkább segítették őket. Szóval az a célunk, hogy az alacsony küszöböt és a prevenciós módszereket helyezzük előtérbe, de ettől függetlenül ugyanúgy fontos az, hogy a designer drogkereskedők ellen a fellépés megmaradjon az eddigi módon. András, te sokat nyilatkoztál arról, hogy az önkormányzatokat, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ellehetetlenítik, kivéreztetik jelenleg. Mi az, ami jelenleg egy önkormányzat hatáskörében meg tud tenni egy önkormányzat azért, hogy mondjuk az emberek segítséget kapjanak, akiknek szükségük van rá, mi lehet a feladata egy önkormányzatnak egy ilyen helyzetben, egy olyan területen akár, mint a drogpolitika? Hát szerintem az önkormányzat nem tud letenni arról, hogy az alapfeladata az, hogyha nagyon-nagyon lebontjuk az embereknek, az itt élőknek a napi szintű szolgálata és segítése. Az önkormányzat az az állami szervezet, belüli alegység, amely a legközelebb áll az emberekhez. Én nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy a magyarországi járványkezelésben a
kormány nem támaszkodik erre, és az önkormányzatokkal nem fűzte szorosra a kapcsolatát, sőt, inkább el lehetetlenít bennünket, mert szerintem a magyarországi járványkezelésben elképesztő lehetőségeket hagytunk ki azáltal, hogy az önkormányzatok és a kormány közötti politikai harc ezt lehetetlenítette, és ezt tényleg nem mi tettük, vagy nem mi kezdtük. Vannak olyan területek, és talán a drogpolitika vagy drogprevenció is ilyen tud lenni, ahol még kis pénzből is elég sok mindent lehet csinálni. Mi nálunk például most nem tudunk olyan példát a saját területünkről hozni, de általános segítésben azt tudom mondani, hogy 40-50 millió forintot gyűjtöttünk össze például tavasszal, azóta is újabb milliók jönnek a szolidaritási számlánkra, és ebből kifejezetten a COVID alatt nehéz helyzetbe került családokat tudjuk segíteni, népkonyhától kezdve egy csomó mindent csinálunk. Az állandó tájékoztatás, ez például rettenetesen fontos, egy zöld számon tudnak bejelenteni rászorulókat, és hát most, hogy itt van ez a rettenetes hideg, most például azt tudom, hogy képviselőktől kezdve civilekig mindenki beszáll abba, hogy pásztázzuk Józsefvárosnak az utcáit, éjszaka a közterület felügyelőink is jönnek velünk, meg a menhelynek az utcai munkásai, és úgy látom, hogy mindenki komolyan gondolja azt, hogy nem fagyhat meg egyetlen egy ember sem, csak azért, mert kimaradt az utcán Józsefvárosban. Nekem úgy tűnik, hogy az önkormányzatba bekerült egyfajta civil szemlélet, és ebben nem csak a civilek a fontosak, hanem azok a pártok is, akikkel mi már régebb óta együtt dolgozunk, például a Momentummal. Ugye én, nekem nagyon sajátos a helyzetem, mert fele részben Momentum, most politikus is lettem azáltal, hogy polgármester lettem, meg fővárosi képviselő, hogy egy másfajta szemlélet, egy ilyen segítő, civil aktivista attitűd is jelen van, és hogyha ez párosul azzal, hogy önkormányzati erőforrásokat tudunk jó vagy hatékonyabb módon felhasználni az ilyen típusú segítésre, akkor azt tudom mondani neked, hogy nem csak pénzkérdés, hanem igazából inkább szemléletkérdés az, hogy mennyit tud segíteni ma egy önkormányzat. Az, hogy hiányzik 4,5 milliárd forint a körülbelül 24 milliárdos költségvetésből, az nagyon-nagyon nagy baj. De hát talán Dávid is megerősít ebben, mi nem olyanok vagyunk, akik feladják, tehát hogy ezzel lehet szomorkodni, azt keressük, hogy ennek ellenére hogyan tudunk egy működőképes önkormányzatot fenntartani, és hogyan tudunk úgy fejleszteni, hogy közben abból az emberek jobban tudjanak élni. Arra kell koncentrálnunk mindig, hogy hol vannak a szükségek. Rockpolitikában pedig azt gondolom, hogy ezt az egész, tehát hogy tartózkodnunk kell a nagyon egyszerű, ilyen fajék egyszerűségű, százesztő egyszerűségű politikai magyarázatoktól, meg megoldásoktól. Tehát nagyon könnyű azt mondani, hogy Józsefvárosban betiltottuk a drogot. Én hallottam már ilyet az elmúlt években, hogy a rendőrség erejével, meg mindennel kiirtottuk. És ugye csak egyszerűen arról volt szó, hogy elüldöztek egy általam csökkentő szolgáltatást, és ennek ellenére pontosan láttuk, hogy nem javult a helyzet, sőt. Én a tisztviselőtelepen lakom, ott járunk el, és elég sokat járok a Diószegi utca környékén, ott a régi házakban 3-4 generációs családok fogyasztják a herbát. Tehát a 10 éves, 11 néhány éves gyerektől kezdve a 60-70 éves nagypapáig. Ez nagyon-nagyon nagy probléma, de ezt a maga komplexitásában kell kezelni. Ez nem csak drog probléma, ez szegénység, szociálpolitika, hogyan tudunk hozzájuk eljutatni szolgáltatásokat, lakhatási probléma, munkaerőpiaci probléma. Ezt leszűkíteni arra, hogy csukjuk be őket, és csapjunk le rájuk a törvény erejével. Szerintem ezzel nem javítunk, sőt, inkább bontunk a helyzeten. Én itt kiegészíteném még egy pillanatra, András, mert azért van jó példa a kerületből. Az például szerintem az eddigi években is egy jó dolog volt, hogy a HPV szűrést és HPV oltást
ezt elvégezte a kerület, és az idei évben is így meg fog történni így a szűkös keretek mellett is. És még egy kérdésedre elfelejtettem válaszolni az előző körből. A kerületi drogstratégiához készül, jelenleg az intézményi felmérésnél tartunk, mert pénzünk sajnos nem volt utcai kutatást végezni a kerületben, de így megpróbálunk egy nem reprezentatív, de használható adatokhoz jutni. Az a legnagyobb problémánk, hogy az országos drogstratégiához kéne igazodnunk, ami jelenleg nem létezik. Ugye 2020 óta drogmentes Magyarország az állam szerint. Szerintünk nem, de próbálunk és megpróbáljuk egy új szemléletmódot így is behozni a magyar drogpolitikába. Na most azért azt tudjuk, hogy a drog problémák, meg maga a drogfogyasztás az nem ér véget a Józsefváros határain, kerületi határokon átnyúló, sőt ugye egész országos problémáról van szó, és ezért is mi civilek javasoltuk többször a fővárosi önkormányzatnak, hogy egységesen kellene ezt az egész dolgot kezelni, és egy egységes fővárosi drogstratégiára, koordinációra lenne szükség. Sajnos jelenlegi fővárosi vezetésről mindig lepattanunk ezzel a kérésünkkel. Hogy ti hogy látjátok ezt a helyzetet, miért van ez a fajta rezisztencia jelenlegi, holott ugye azt várta volna az ember, hogy van egy ilyen új városvezetés, akkor ez sokkal nyitottabb lesz mondjuk a civilek javaslataira, és a drogpolitikában ezt sajnos mégsem tapasztaljuk. Hát nem tudom, ugye magunk között vagyok, már beszélhetünk őszintén, szerintem van egy rosszul értelmezett óvatosság, nem az a téma a drogprevenció, drogpolitika, amivel széles körben népszerűsködnek a pártok. Ezt mondjuk ki. Ez egy problémás helyzet, vagy egy problémás téma maga. Én azon kevesek közé tartozom, aki ezeket a kockázatokat nem szokta túl lihegni. Tehát már tavaly is elég sok helyen mondtam, és elég sok kollégámat próbáltam meggyőzni arról, hogy az, ami nyáron tapasztalható volt a fővárosban, és nem csak nálunk, hanem a belső pesti kerületeken, hogy ellátatlanul, utcai szolgáltatás nélkül, gondozatlanul ott voltak designer drog használók, láthatóan egyébként komoly problémát okoztak a városlakóknak, és szerintem ez nem csak az a probléma, hogy ők kezeletlenek, hanem maga az egész jelenség kezeletlen, és akkor innentől kezdve jön az mindig, hogy akkor tegyen valaki rendet, takarítsanak el innen mindent, és akkor nem tudjuk, hogy amikor azt kiabálják az emberek, hogy takarítsák el a szemetet a területről, akkor kire gondolnak, meg mire gondolnak pontosan, tehát hogy az egész szerintem kezd elfajulni. És hogyha még egy ilyen nyarunk lesz, akkor azt gondolom, hogy annak nagyon nagyok lesznek a politikai kockázatai. Én ezt mindig mondom, és szerintem fontos, hogy ha másért nem, akkor ezen politikai kockázatok miatt az önkormányzat, mármint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatoknak igenis kötelességük leülni veletek. Kötelessége lenne például egy fővárosi kefet kábítószerügyi egyeztető fórumot létrehozni, azt működtetni, és szerintem itt is érvényes az, hogy a fővárosi nagy büdzséből lehet kiszakítani akkor a pénzt, amiből szerintem fővárosi szinten is lehet értelmes dolgokat csinálni. El kell kezdeni, tehát nem rögtön a 100%-ot kell megcélozni, de az, hogy most nincsen semmi, az szerintem is tarthatatlan állapot, és szerintem politikailag is tarthatatlan. Ha azt mondod, hogy nem ezért választottak meg bennünket, a mi választóink, hogy ne csináljunk ezen a téren semmit, akkor tökéletesen igazad van. Szerintem itt egy óriási adóssága van a fővárosban többségbe került ellenzéknek, és egy nagy lehetőség, hogy megmutassa, hogy akár ilyen nehéz kérdésekhez is hozzá tud nyúlni úgy, hogy értelmesen és hasznosan, racionálisan javítsunk mind a szenvedélybetegek, és mint pedig a városnak a közérzetén és a létén. Én tényleg őszintén nagyon remélem, hogy ha másképp nem megy, akkor a közvélemény nyomásával
ezt a dolgot be kell indítani, mert nem, nincsen még egy elpazarolható évünk. Az első év az elment, azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy még meg kellett szoknunk azt, hogy önkormányzatot vezetünk, még rengeteg dolog volt, az első év az mindig rettenetesen nehéz, ezt mi is tudjuk, de most már a második évben vagyunk, és ki fogunk jönni a járványból, az emberek szeretnék használni a tereket, szeretnének ismét élni, és mindaz, ami a járvány alatt romlott, összecsúszott, ez a droghelyzetre is érvényes, az mind-mind ott lesz a placon kint, a tereken. Ezzel nem lehet nem foglalkozni, és nem lehet azt csinálni, hogy elfordítjuk a fejünket, és úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, mert semmi nincsen rendben. Dávid, valamit ehhez? Hát én teljesen egyetértek Andrással abban, hogy itt egy tartozásunk van a választóink felé, és nem csak a mi választóink felé, hanem azok emberek irányába is, akik a Fideszre szavaztak, mert ők is egy olyan országban, olyan városban szeretnének élni, szerintem, ahol minél kevesebb és normálisan visszaintegrált, vagy minél több normálisan visszaintegrált drogfüggő van az országban és a városban, és minél kevesebb probléma van velük. Én ennél kicsit rosszabb helyzetet látok, mint András. Itt nem egy évvel vagyunk elmaradva, hanem szerintem 20-25 évvel ebben a kérdésben. Én mindig csak ámulva nézem a nemzetközi, vagy a nyugati, főleg Kanadában, hogy hogyan kezelik ezeket a problémákat. A fényévekre vagyunk, de el kell kezdenünk valahol. És javasoltuk is a fővárosi munkatervbe azt, hogy jöjjön létre idén, júniusig a fővárosi kábítószeregyeztető fórum, és kezdje el a munkáját, és még idén fogadjunk el egy fővárosi stratégiát. Remélem ez meg fog valósulni. Szerencsére elmúlt héten volt szerencsém találkozni az új szociálpolitikai főosztályvezető asszonnyal a fővárostól. A kerület és a főváros között most elkezdődik azért egy együttműködés. De ahogy András is mondta, ez nagyon összekapcsolódik a hajléktalansággal, és ezt is fővárosi szinten kell kezelni. Azért vannak, én úgy gondolom, hogy most talán idén azért júniusig el tud kezdődni ez a munka. Hát mi azon leszünk? Hogy mondod, András? Hát, hogy mi azon leszünk. Hát szerintem itt belülről is nyomást kell gyakorolni, de ha mondjak valamit, hogy azért a tapasztalatom az nem az, tehát miközben abszolút megértem, hogy ti civilek úgy érzitek, hogy lepattantok a főváros új vezetéséről, ez nyilván így is van. Én amikor, hogy mondjam, politikusként, vagy közgyűlési tagként, vagy kerületi polgármesterként jelzek, és egyre erősebben jelzek, akkor én nem érzem ezt a lepattanást, inkább valami fajta ilyen lebénulást érzek, hogy tudja mindenki, hogy valamit kellene csinálni, nem tudom, hogy hol, koalíciós egyeztetésen, vagy nem tudom miért, valamitől még mindig nem indult be ez az egész, és én is ugyanolyan türelmetlen vagyok, mint ti. Tehát, hogy látjuk, hogy dolog van, látjuk, hogy kellene csinálni, most még el tudom fogadni, hogy ebben a szörnyű járványügyi helyzetben most minden más fontosabb, vagy lehet fontosabb. A tél az ráadásul el is fedi ezeket a problémákat, de mondom, itt lesz a nyár, és látni fogjuk, hogy és ebben igaza van a Dávidnak, az, amit múlt nyáron láttunk a pesti meg a budai tereken, az elmúlt 20-30 év drogpolitikájának, vagy 10 év drogpolitikájának a kudarca. Az kint van az utcán, és ezt nem lehet visszatuszkolni. Tehát lehet itt bármit mondani, ez egy kezeletlen probléma, amit kezelni kell. Vannak hozzá szakemberek, vannak hozzá jó gyakorlatok máshogy. Egyszerűen el kellene kezdeni a politikának dolgoznia ezen a dolgon, és nem csak kommunikálnia. Én azt gondolom, de ilyen egyszerű ez az egész. Hát igen, azt gondolom, azt a civil szervezetek nevében nyugodtan elmondhatom, hogy a szándék meg az együttműködésre az mindenképpen megvan, meg a kompetencia is.
Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk, és elmondtátok a véleményeteket, meglátásaitokat, és majd azt is remélem, hogy egy év múlva már akár okosabbak leszünk abban, hogy hogyan alakul a fővárosi droghelyzet. És hát köszönöm azoknak is, akik velünk nézték ezt a műsort online, a Facebookon. Légy szíves, támogassátok a munkánkat, ez egy non-profit szervezet, a Jogriporter Alapítvány készítette ezt a műsort, és ahhoz, hogy hasonló videókat, műsorokat tudjunk készíteni, a szükségünk van a ti támogatásotokra is. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!